Jó estét kívánok! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit abból a jeles alkalomból, hogy immár másodszor is túléltük a saját halálunkat. Sőt, még bővültünk is, mert hogy itt van velünk Vágó Gábor, az LMP politikusa. Üdvözlet, jó estét! A többiek pedig Konok Péter történész publicista. Jó estét kívánok, legyenek önök is Magyarországon. Csintalan Sándor, a legaktívabb éjszakai influencer. Jó estét, magyarok! Gulyás Balázs, filmes szakember. Jó estét! És Pörzse Sándor. Jó estét kívánok! Én pedig Dévény István vagyok. Gábor, egy kérdést feltennék itt az elején, ha nem gond. Neked nem egy másik műsorban kéne egy pénzt keresned, hogy azt felajánld nekünk, és azt mi visszautasíthassuk? Ugye az előző műsorra gondolsz, amiben a múlt héten igaz részt vettem, de utána ezen a héten már valamiért nem hívtak. Sőt, azt mondták, hogy ezek után nem is fognak majd hívni. Ez lehet, hogy nálam is így. Hát lelőtted a poét a végére, na mindegy. Kezdjünk akkor a mai legfontosabb eseménnyel. Ugye az Európai Parlament 488 igen szavazattal, 197 nem ellenében és 48 tartózkodás mellett ma kora délután elfogadta a magyarországi helyzetről szóló úgynevezett Sargentini jelentést. Ezt nagyon sokat gyakoroltam egyébként. Egy kicsit hörögni kell a H-nál, mint a hollandok, de ez most nem olyan jól sikerült. Most ahogy a kétfarkú kutyapárt is fogalmazott közleményében, Orbán Viktor immár az EP-ben is megszerezte a kétharmadot. Na most, mit jelent ez nekünk, magyaroknak ez a szavazás, és mit jelent Európának is? Szerintem azt a részt hagyjuk, hogy technikailag mit jelent, meg hogy milyen procedúra jön, meg ki fog még, meg mit tanácskozni, hanem azt, hogy mit kezdjünk most ezzel az egésszel, mit kezdjünk ezzel a szavazással. Örüljünk, szomorkodjunk, mi vár ránk? Hát az emberben felemás érzések vannak, nem? Vagy legalábbis bennem. Hát azért mégiscsak magyarok vagyunk, mégiscsak Magyarország a mi hazánk. És bár tudom, hogy ez nem Magyarországot, hanem a kormányt minősíti ez a jelentés, meg ez a tulajdonképpen ítélet, azért mégis egy kicsit rossz kedvem van tőle. Akkor is rossz kedvem lett volna, hogyha ezt egy Gyurcsány kormány kapja. De egyébként meg hát ebben a műsorban ezerszer megbeszéltük azt, ami miatt ez a jelentés megszületett, és ami a tartalma, úgyhogy igazából nagy újdonság nincs benne. Ami viszont el kéne, hogy jusson a drága fideszes szavazóhoz, bár Karafiát Orsolya azt mondta, hogy a fideszes szavazót lehülyézni nem vezet sehova, azért az emberben nehezen horgad le az indulat, mert ők azt hiszik, mert hogy ugye ezt súlykolja belőjük teljes erővel a média, hogy ez a migránsok miatt van. Tehát ők azt nem tudják, hogy ez nem a migránsok miatt van, hanem 12 pont van, amiből az egyik a migránsokat foglalja magába. 12 fejezet, ami belül 80 pont, Sanyi. 80. Hát jó, akkor 12 fejezet van, oké. Okay. Csak azért mondom, egy fejezet foglalkozik a migránsokkal, és 11 pedig arról szól, hogy hogyan építette le Magyarországot Orbán Viktor és a kormánya, de elsősorban Orbán Viktor, hogy hogyan telepedett rá az életünkre minden szempontból, hogy hogyan vette el a közeljövőbe való hitünket, hogy hogyan vette el személy szerint az identitásomat, és a többi, és a többi, és a többi. És bizony nem jó most annyira magyarnak lenni, mint akár még a Gyurcsány érában is volt. És ezt komolyan mondom, mert akkor legalább az emberben volt egy ilyen forradalmi hevület. Hát tulajdonképpen az amúgy is, hogyha megnézi az ember a jelentést, akkor olyan, mint hogyha az elmúlt, mit tudom én, egy év szabadfogás adásainak a kivonatolt tartalomjegyzékét nézni. Hát ezt nem kell fel elárulni. Ó, basszus, jó, hogy alá dolgoztunk Hát akkor, de azt a rengeteg támogatás. És annyi mindig lehet úr ilyenkor, mert hogy komolyan veszik, ez vicc. De hogy így lenni. Én is úgy vagyok vele, hogy látom egyrészt most ez nem szóvisznek szántam az eufóriát, de tényleg nem annak szántam. Ezzel kapcsolatban, hogy akkor most hú, de megkapta, meg hát jó, tudom én, neked Orbán most már ácsolják a vitót, meg hasonló. Finoman szólva azért itt el van tájolva szerintem a közönségnek az a rész, az Orbán ellenes része is. Egyrészt ugye magának a jelentésnek egy szimbolikus jelentősége van alapvetően. Az Európai Unió hivatalosan tudomásul vette azt, amiről mi elég sokáig pofáztunk, beszéltünk, már nem csak mi, hanem ebben az országban nagyon sokan, és ennek mondjuk egy ilyen írásos nyomát adta. Gyakorlati konzekvenciái azért valószínűleg nem igen lesznek. Én viszont egyetlen dologtól nagyon tartok ezzel kapcsolatban.
Ezzel nem akarom azt mondani, hogy igazolva látom az LMP hozzáállását, nyilvánvalóan erről fogunk beszélni, mert szerintem ezt meg kellett szavazni, nem nagyon lehetett ezzel mit tenni. Na de viszont az, hogy mi lesz erre itt a reakció, mert az Orbán polarizálásban játszik abban, hogy fehérek feketét kijelentsen erről az országról, na most nagyon szépen, ugye eddig is polarizált már meg, megállítjuk Brüsszelt, meg mit nem. Ott van, mi vagyunk a várvédők, már ilyen tördöfés elmélet is van, hogy az Európai Unió legyilkolja a saját határőreit, vagy megtámadja, vagy nem is tudom. Velünk szemben ugye ott van az a Brüsszel, ami eddig is ilyen idegen valamiként volt beállítva, de az most egy ostromló csapat. Aki ugye nem értett egyet ez velük ebben az egészben, úgy amblok most már tényleg amblok mindenki hazáruló, és itt vannak a védők. Én szerintem ez sajnos az Orbán narratíváját erősíteni fogja, nem azért, mert igaza van, hanem azért, mert ebben a kétbites polarizálós gondolkodásban, ebben a szekértábor logikában ez egy végtelenül egyszerű és végtelenül érthető kép. Ő most nem győztes, de tetszik, hogy most áldozat. Az a baj, hogy ugyanez ellen elmondható lenne arról, hogyha nem szavazták volna meg. Az is erősítette, hogy nyilván volt forgatókönyve, bár ez nem látszott túl egyszerűre, akkor abban az esetben egyszerű, ő a győztes már. Akkor ő a győztes lett volna. Na, de most ebben az esetben egy nagyon hatásos és a magyar történeti tudatban mélyen gyökerező szerepet játszik, ő a végvári kapitány, a hős végvári kapitány, aki nem mindig győz azonnal, de az igazság, a nagybetűs igazság az ő oldalán van. Orbán Viktor nagyon ügyesen, és a NER nagyon ügyesen, nem vesztesként jött ki egy a szituációból, ami látszólag a veszteségéről és a vereségről szól. Erre rámutatott a vitában felszóló lengyel Pises képviselő is, aki azt mondta, hogy amikor Lengyelország hasonló helyzetben van az Európai Parlamentben, akkor a közvélemény kutatásokban az ő pártjuk mindig jobban szerepel, mint a viták után. De az a szörnyű helyzet, hogy ugyanezt a vitát mondjuk Macron elnök szintén belpolitikai célból használja föl az ő saját békefeneke alatt lévő népszerűségének a föltornászására, mert azt mondja, hogy ő az ellenpont Orbánnal szemben is. Kialakítanak egy hamis dihotómiát, ami arról szól, hogy vagy föderális Európa lesz, vagy nemzetállamok Európája. Ez a EP vitában is nagyon szépen kijött, hogy ezt harsogta mindkét oldal, és szerintem ez az a tévút, hogyha ebbe a narratívába beleáll a magyar ellenzéki gondolkodóknak ez egyik része, hogyha nem Orbán, akkor csak is az Európai Egyesült Államok lehet a válasz. De ezt nem mondja senki, mert ne arra, hogy ezt már nem tudom, hagyatszor hallgatom végig ellenzéki politikusok szájából. Ezt a kormánypropaganda mondja, hogy ez a narratíva, és az ellenzék rendszeresen szépen belesétál ebbe a történetbe. Azon kívül csak úgy csöndben jegyzem meg, hogy Orbán is aláírta a lisszaboni szerződést, ugyebár? A Fidesz frakció megszavazta, és a lisszaboni szerződés úgy különben már régen nem arról szól, hogy itten pusztán a Nemzetek Szövetségéről van szó, az egy több száz oldalas dokumentum, amiben egyébként értékválasztás is van, vagy, hadd használjam én is, amit az Orbán mondott, egy klub alapszabálya. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez szól a kormánynak is, meg szól nekünk is. Azoknak is, akik kisebbségben maradtak, mert egyébként ezt a fajta politikát a magyar haza ebben a választási rendszerben, ami pont annyira aránytalan nagyjából, mint bármelyik másik, ezt támogatja. És az Unió nem azt mondta, mert ugye a retorika az most már nem csak az, amit te mondtál, hanem hogy ugye a kommunisták és a Soros haverjai lenyomták ezt a hazát. Arra az apró dramaturgiai összetevőre szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem ez történt. Azt mondta a klub egy jelentős számú politikusa az uniós kompetenciákkal, hogy jó, öcsém, ti úgy éltek, ahogy akartok, de ebben a klubban nem így élünk. Pont. Pontos. Ha ezt választottuk, hölgyeim és uraim, kedves magyar választó, az összes következményét tessék végiggondolni. Senki ide nem fognak tankot küldeni. Orbán Viktornak változatlanul vétójoga van a miniszterelnökök és az elnökök tanácsában. Tehát ez nem a politbüró. Itt lehet tényleg választani. Ez miért 8 évben kellett, mire ez leesett? Hát miért? Azért, mert... Hogy miért? Hát borzasztó egyszerű, azért lett 8 év, mert hogy nem a brezsnyeli politbüró irányítja Európát. Az Európai Unió a lisszaboni szerződésben foglaltak szerint
Hát ezt az alapító atyák még reménykedtek ilyenekbe, hogy aki belép egy klubba, ott is akar maradni, és azért lépett be a klubba, mert egyébként elfogadja. Gábor, emlékezz vissza, 2012-ben még Novák előtt égetette az zászlót, és pont a Novák gyulladt meg az EU zászlón, mert Európai az Európai Unióban betiltották, hogy textilből legyen a zászló, és csak műanyagból lehet. Azért ezt ne engedjük el, kitettétek fel ezt a kérdést, hogy miért kerül 8 évbe? Azért, mert egy demokratikus intézményrendszer, és Orbán Viktornak vétójoga van. Vétójoga van. Ettől van, és minden miniszterelnöknek vétójoga van, ettől ilyen bonyolult az unió. A kommunista narratívához egy 115 néppárti képviselő is megszavazta. Igen. És pont ezért került 8 évbe, mert hogy most lett a néppárt egész Európában fenyegetve, hogy Németországban jön föl az AfD, és számos tagországban jönnek föl azok a szélsőjobboldali radikálisok, akik Orbán tekintik mintának, példaképnek. És ezért gondolják azt, hogy nekik abból belpolitikai veszteségük van, hogyha nem állítják meg Orbán. Hát egy közös részben pedig jönnek az uniós választások, azért azt ne felejtsük el, és itt nagyon erősen arra a térfélre is volt játszva, és az Orbán itt is egyébként kettős játékot játszik, tehát feltűnően ugye nem engedett semmit. Feltűnően az utolsó pillanatig ragaszkodott, kommunistázott, hörgött, mit tudom, semmit. Ő azért azt szokta csinálni, hogy itthon óriási pofája van, kimegy Brüsszelbe, akkor aztán itthon megmagyarázza, hogy győzött. Igen. Most nem ez volt, mert kivárásra játszik valahol. Most mindenkinek kell egyébként, hogy azt hiszi, és ebben lehet, hogy igaza lesz sajnos, hogy valahol majd a mérleg nyelvét fogja játszani az euroszkeptikusok, meg a néppárt között. Egyébként, és lehet, hogy be fog jönni neki. Egyébként Konok Péterhez hasonlóan Orbán Viktor is azt képzelte, hogy Brüsszelben jár, aztán kiderült számára, hogy Strasbourgban van. Nem, én itt voltam. Ja, te itt voltam. Jó. Egy röviden egy időutazásra szeretnének benneteket hívni. Csak a nézőknek mondom, hogy ez igaz. Tehát amit ő mondott, ez igaz. Nem tudom, hogy mindenki olvasta. Hát föltett egy videót. Igen. Föltett egy videót a saját Facebook oldalára, amiben azt mondta, hogy eljöttem ide Brüsszelbe harcolni. Jó, de ez politikailag Brüsszel. Szegény embereknek, igen, és szegény választóinak 10 évig azt mondta, hogy Brüsszel. Iszonyatosan összezavarodtak volna, hanem Strasbourg. Ő is. Mit csinál Strasbourg? Az meg melyik zsidó? Ő is szegény. Szóval... Tegnap az újságírót se találta, aki hozzá beszélt. Igen. Szóval egy rövid időutazásra hívjalak el benneteket 2004-ben, amikor a kis hazánk csatlakozott az Európai Unióhoz, és amikor Orbán Viktor még nem a mai Orbán Viktor volt, hanem valóban egy polgári jobb-közép pártnak volt a vezetője, és csatlakozott az ország az Európai Unióhoz. Ha lett volna akkor a csatlakozást követően egy olyan ország, amit hasonló a mostani 2018-as Orbán Viktor vezet, vélhetőleg a 2004-es Orbán Viktor ugyanazt mondta volna most, akkor, mint most, amit Sargentini, köszönöm szépen, Sargentini asszony mondott, magyarán, hogy ki az Unióból elvenni a szavazati jogukat, stb. Egy olyan párt által vezetett kormánytól, aki ennyire veszélyezteti a demokráciát és a közös értékeket. És annyinak teljesen igaza van. Ez egy klub, aminek elfogadtuk a játékszabályait, és most a új játékszabályokat írunk meg, át akarjuk írni az egészet, úgyhogy semmilyen többségünk nincs, és jogunk sincs erre. Azért egyébként ne csináljuk, hogy szerintem ez fontos, hogy igen, tehát ezt mondták, ez volt, ki az Unióból megvonni a szavazati jogot, mint tehát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze. Ja, persze. Na de viszont vannak szerintem elég netes megállapítások is ebben a dokumentumban. Például a jelentés 50. pontjában a cigány ellenességet a magyar gárdával támasztják alá. Hát, van itt egy alapító. Ugye, ha már időutazás. Hát várja, van még, mit találtam. Ugyanebben még élünk, gyerekek. Hát, még vannak máig is harcoló gárdista alakulatai. Úgy tűnik. Csak én nem tudok róla. A brüsszeli Strasbourgban. Miután 8 évig készült az anyag egyébként. Jó, hát ennek egy történeti... Attól ezt még ki lehetett volna venni, Sanyi. De egyébként egy... most is vonulnak. Mondom, ennek volt egy történeti áttekintési jellege is, és most Sanyi egyébként a gárdával. Én is ácsoltam a Fidesznek elég rendesen, tehát ezt most nem így mondom, hagyj fejezem be. Hát ez az. Jó, tudom, hogy Pista, neked fóbiád van, hogy miután egy darab miniszterelnöke van ennek az országnak, mondjuk ezért kénytelenek vagyunk róla beszélni. Nem, csak rengeteg szuper dolgot van. Még szuperebbet mondok. Tettünk mi annak érdekében eleget, a gárda is, meg én is, hogy ez az Orbán Viktor most azt csinálja, amit akar.
Tehát az a jelentésben, mert ez nem egyszerűen csak paragrafusokról szól, azon kívül, ha már itt tartunk, azért azt tegyem hozzá, hogy ezek az emberek nem tök hülyék, nem csak beszélgetésekből ítélték meg az elmúlt 8 évet, hanem mondjuk például el lehet olvasni a magyar jogszabályokat, és azt el is olvasták. Na, akkor ugyanide tartozik még, ami szintén ezt fogod mondani, hogy ilyen történelmi áttekintés. Azt mondja, hogy, ezt felolvasom, mert ez érdekes, a magyar hatóságok által tett az antiszemita beszédet elítélő nyilatkozatok ellenére visszatérő probléma az antiszemitizmus, amely gyűlöletbeszéd, valamint a zsidók és a zsidó tulajdon elkövetett erőszakos cselekmények formájában nyilvánul meg. Ugye szerintem az túl, az elejes tímben a gyűlöletbeszéd van, mondjuk a vagyunk. Oké, csak szerintem ebbe fognak kapaszkodni, amikor azt mondják, hogy jó néhány problémás és hány, van. Most felolvastál egy mondatot, mekkora ez a Sargentini jelentés, hány száz oldal? Oké, csak mondom, hogy nekem, amikor átnéztem az egészet, akkor nekem azért furcsa volt, hogy benne maradnak ilyen történelmi. Ez egy konkrét rágalom. Tehát ez rágalom Magyarország ellen. Hát, nem, már zsidó, bármilyen zsidó tulajdont itt. Hát például zsidó temetők rongálása. Ne, hát annyi keresztény temetőt is rongálja. De mikor volt? Hát én nem tudom. Én most ebből nem kérdeztem, de az nem antiszem. Hát azért, hogyha orrok kereszteket mázolnak a zsidó sírkövekre, majd ott kirúgálják a sírkövekre. Most nem akarom bagatellizálni. Picit antiszemita felhangja van. Péter, te is tudod, hogy ez nem olyan, hogy... Nem feltétlenül, de három hülye 15 éves oda megy. Ugyanaz a hülye gyerek. Ugyanaz a hülye gyerek, aki a kereszteket összetöri. Meg aki a sátánkat összetöri. Ugyanaz a hülye gyerek, de ugyanaz a hülye gyerek. Ez nehogy már... Ebben nem nagyon fog átjönni semmi, ugye egyébként is hívesen jó hangtechnikának összetett. De az EU-s jelentésben nem fajsúlyos valami, meg más az, hogy rágalom. Tehát ez nem rágalom, ez csak esetleg jó, csak egy pillanat, mondjuk elmérnétek benne, csak ha ez bekerül egy ország jelentésbe, egy ilyen ország jelentésbe, akkor annak súlya van. A súlyosbodó antiszemitizmus az baromira igaz. Az, hogy ezek az atrocitások mennyire sűrűek még egyelőre, az még kérdéses. Az, hogy a magyar NER-nek nevezett ilyen tótumfaktum rendszer, nem csak a kormányt jelenti, hanem akár a kultúrkampusait, mert mit tudom én, egyre antiszemitább hangot ütnek meg, azért ezt nehéz lenne tagadni, erről éves jelentéseket adnak azért. Az a baj. Bizony. Egyébként megvan az éves antiszemita, ahogy is hívják, atrocitásoknak minden évben a listája, azért nem olyan kevés, csak mondjuk annyira nem kerül bele a köztudatba. Az a baj, hogy a felszított gyűlölet, azt nagyon könnyen át lehet irányítani egyik irányból a másikba. Bármilyen irányba. Most éppen a mohamedánok ellen, vagy a bevándorlók elleni gyűlölet, az könnyen eladható, meg hogyha zsidókat bántanák központilag, akkor nem lehetne haverkodni mondjuk Izrael állam miniszterelnökével. Tehát azt nagyon könnyen egyik pillanatról a másikra, akár úgy is, hogy a kezükből kikerül az irányítás, és valaki, vagy akár csak a közhangulat, vagy úgy alakulnak a dolgok, át lehet irányítani másikra. Ez a legszebb példa erre, ami Chemnitzben történt, igen. Ugye, hogy ott a migráns ellenes hangulattal jöttek össze a tömegek, de utána rögtön egy zsidóboltot támadtak meg. Igen. Jó, ez, hogyha én nem olvasok semmilyen statisztikát. Csak amit leginkább, de hogy is nem vagyok én Stalin. Sem a Churchill sem. Csak élek ebben az országban. Úgyhogy hagyjatok engem békén azzal, hogy itt nincs antiszemitizmus. Hát én... De nem azt mondta Sanyi, hogy egyetlen egy dolog van. Most baromi fontos, hogy a Netanyahu ráütötte a kóser pecsétet Orbán Viktorra. Most egyébként ez jellemző, hogy mennyire lehet irányítgatni ezeket a dolgokat. Mert hogy egyébként kussol is, a közeli bizonyos értelemben. Mondjuk persze az volt a legszebb, amikor a Trump győzelmének örültek az antiszemiták is, meg a tionisták is. Tehát téboly van azért valahol a társadalom lélektanban itt a Magyarországon. Úgyhogy ez a tény, ez egyébként átszövi ezt a közeget, nem sporadikusan, hanem úgy jellemzően. Tehát aki él ebben az országban, és dumál, meg beszél embereken, meg találkozik, ezek a toposzok, ezek annyira működnek, hát most egyébként a Soros kampány miről szól? És miről szól mai napig? Most ugyan egy kicsit lejjebb van véve, de ez a Soros a zsidó. A zsidó a liberális. A liberális a kommunista. Hát ez az egyébként a legszebb az, hogy a zsidó egyszerre kommunista és egyszerre kapitalista. Tehát ő a karvajtőke, meg a kommunista. Hagyj mondjak még egy harmadikat is, ami nekem annyira nem jött be, úgymond. Ez az iskolai szegregáció, nagyon-nagyon elmaszatolták szerintem ebben a jelentésben ezt a részt. Például a szülőföldemen nem azért alakulnak ki cigány iskolák, mert ezt akarja akármilyen szintű hatalom, hanem azért, mert nagyon sok a cigány gyerek. És ezért
Tehát egy területen, egy így helyen. Van, így jó, van. De ez a kettő együtt igaz. Igen, tehát attól, hogy ez sok helyen tényleg, ahogy tetszik, automatikusan megy, attól még azért volt hatalmi szegregáció is, van hatalmi szegregáció. Balogh Zoltán miniszter úr kimondta, hogy szegregációt akar. Szeretetteljes szegregáció. Igen. Tehát azért ne csináljunk úgy, mint hogy nem lenne olyan szegregáció is, amiről te beszélsz, hanem szegregáció, az szegregálódás. Hát ez a helyes szegregálódásban Magyarország. Igen, már itt most már semmi nem, mert teljesen betéptem ettől a buborékos víztől. Tehát, na jó, így van, tényleg ez egy marha kicsi ország, ez egy baromi kicsi ország, és nálunk sokkal nagyobb helyeken, nagyobb távolságok mellett megcsinálják például azt, hogy buszoztatják az iskolába a gyerekeket. Mondjuk például, tehát tesznek valamit, tehát boldog eufóriával tudomásul veszik, hogy azokon a helyeken, ahol egyébként lényegében csak cigányok élnek, nyilvánvalóan oda mennek, ugye körzet alapú iskola, lakhelyszerűti iskoláztatás van, hát hogy csak cigányok van, jó. Na de mi lenne, hogyha például is egyébként ez a, nem csak a cigány gyerekekre, a szegény cigány gyerekekre, hanem a szegény nem cigány gyerekekre, és ezek persze mind magyarok, a szegény nem cigány magyarokra is vonatkozik, hogy beszorulnak a szegénység szegregátumába. És mi lenne akkor például, hogyha iskolabuszokkal ezt megoldanák? Mert úgy különben a társadalomnak akkor lesz élő szövete, meg akkor lesz ez nemzet, hogyha szegények, gazdagok megismerik egymást. Na jó, hát ez egy állam, Sanyi. Mi az, hogy állam? Szegények, gazdagok megismerik egymást. Édes, drága, jókai, jó, de azért ne tegyünk már le a törekvésről, hogy legyen egy középre tartó társadalom. Ami a Fidesz válasza erre az oktatási krízisre, az az, hogy magániskolába lehet íratni a gyerekeket, ezt nagyon szépen megmondták. És szerintem az oktatási rendszerrel nem a szegregáció a legfőbb probléma, az is egy súlyos probléma, de ennél sokkal súlyosabb az, hogy kötelező tankönyvekből kell tanulni a gyerekeknek. Az, hogy nincsen elég tanár. Sorolhatnám folyamatosan, ezek persze nem az Európai Unió alapelveit érintő dolgok, amikről nem lehet jelentést írni, de azért az oktatási rendszer kicsinálása az, az igazi történelmi bűn, amit majd 20 év múlva fogunk érezni. Bár igazából az egyen tankönyvek és az, hogy az oktatást tulajdonképpen valamilyen módon monopolizálni akarja, ideologizálni és monopolizálni akarja az állam, azok bizony érintik a demokratikus alapértékeket, úgyhogy azért ez az Európai Unióra is tartozna. Még egy mondat a szegregációról, ez egy olyan nagyon holland állampolgár által megfogalmazott pontocska. Azért menjen le bármelyikőtök Szabolcsba, és beszélgessen el. Miért lefelé kell menni? Az, vagy föl, igazad van, oké, okay, menjen, igazad van. Menjenek föl, nem, vagy hát el ellen, Szabolcsba, és beszélgessetek el ott szülőkkel, akinek esetleg vegyes osztályba járt a gyereke, és abban képzeljétek bele magatokat, és akkor utána nagyon kezet rázok azzal, aki azt mondja, hogy hagyta volna a saját gyereket. Sajnos ez az igazság. Nem tudom a megoldást, de ez az igazság. Én vegyes osztályba jártam, igaz, hogy csak a 13. kerületben, de igen, csak vegyes osztály, és nagyon érdekes volt. Azért úgy megvoltunk, de nem válasz a te megközelítésedre. Pontosan azért fokozódnak egyébként. Tudjátok, mit ráadásul most igazi tabut fogok dönteni. Igen. Mondjuk például azért sem volt akkora balhé, ezzel most nem mondtam, hogy éljen a sorkatonai szolgálat, de ugye a sorkatonaságban cigányok és nem cigányok voltak kénytelenek 24-es körzetben egymás büdös lábszagát szagolni. És ez bizony a társadalmi integrációhoz hozzájárult. Ezért mondom, hogy bizony, hogyha szegregátumokba fognak élni az emberek, akkor gyűlölködni fognak. Ha valamit teszünk, az iskola rendszer annyit tehetne például, hogy nem körzeti alapon szerveződne pusztán is iskola. De Sanyi, szerinted hogyan reagálnának? Az Egyesült Államokban 10 millió négyzetkilométer. Hogyan reagálnának a szülők, amikor megtudnák az első hírre, hogy reagálnának a szülők, hogy megtudnák, hogy ketté bontják az osztályt, és az osztály fele mostantól Piripócsról jön át busszal 15 darab cigány gyerek. Mint Amerikában, és őrült balhé volt belőle, és aztán megszokták. Igen, az első néger az egyetemen, az óriási tüntetéseket és erőszak hullámokat váltott ki, aztán annyira ez már nem tűnik fel. Egyébként ez nagyon muris, mert amit a katonaságról mondta, így gyűlölöm a sorkatonaságnak a gondolatát is, és úgy voltam, hogy semmiféle pozitívumot nem tudok megmondani róla. Ez az egyetlen, amit mondtál. Ez valóban így volt. Nem, ez valóban így. Annyit hadd tegyek hozzá. Én még az utolsó kérdés. Hogy mindenkinek ugyanolyan a lábszagot. Én még az utolsó 2 éves katona voltam, tehát én 2 évig szagoltam cigány gyerekekkel együtt egymás lábszagát. Úgyhogy soha
never ever, soha semmi problémánk nem volt egymással. De hozzá kell tenni, hogy a normálisak voltak többségben. Tehát kénytelenek voltak betagozódni. De Sanyi, pont erről beszélünk. Így van, így van. Ja, na viszont a mai szavazást tegnap ugye megelőzte egy vita. Itt mondta el Orbán Viktor a következő, azóta már szállóigévé vált mondatot. Jaj. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. És mekkora röhögés fogadta ezt? Na most én annyira nem röhögtem, mert nekem ilyen drámai volt az egész szituáció, mert hogy épp a Heti Válasz szerkesztőségéből mentem haza, ahol a szerkesztőség 3-4-re már ki van ürítve, még néhány nagyon szomorú ember próbálott valamit csinálni, meg ugye felszámolják a céget. Aláírtam a papírjaimat, ami arról szólt, hogy van az utolsó havi jövedelmünket se kapjuk meg, nemhogy egyebeket, és a show-val behintik a céget, ami egyébként simán működhetett volna, tehát csak csődbe taszították, és akkor meghallottam ezt a gondolatot, és egy picit a gyerekeknek kellett rám szólni, hogy ennyi apuka nem is szoktál ilyeneket mondani. Szóval... Na, hát ezt nem hallgattattak el, hogyha mindenféle csúnyát mondhattak. Igen. A gyerekei nem hallgattatták el, Orbán Viktor elhallgattatta. Nem igazán. Na, de térjük vissza erre a gondolatra. Szóval, hogy a Fidesz soha nem hallgattatott el senkit. Jó, hát Orbán Viktor, és az ordinári nagy hazugság, az nem csak alliterál egymással, hanem... És milyen cinikus dolog. Aljás, tehát, mikor ezt kimondta, akkor gondolom így egy picit így a szeme összehúzódott, jaj, most ebből bizony botrány lesz, mondtam, akkor a marhaságot mondtam. De kit érdekel? Kit érdekel? Szerintem a Fideszben már... mindig oda van téve ez az utolsó mondat, amit már nem írnak le, meg nem mondanak ki. Kit érdekel? Szerintem ő már hiszi a oszt jó napot, ahogy ez a klasszikus. Oszt jó napot. Vagy boldog karácsony. Szerintem ezeket azért dobja be, hogy ezeken rágódják az emberek is. Utána mindenki ebből csinált mémet, ez ment körbe az interneten. De valójában arról, hogy érdemileg milyen politikai lépések következnek a Sargentini jelentés megszavazása után. Mindenki megtanulta. Arról senki nem beszélt. Magyarországon? De hogy nem, most fogunk beszélni. Na, hát, tehát én azt tapasztalom. De ti tudjátok? Én azt akarom. Hát mit nem tudunk. Ugye alkotmányozás lesz. Az biztos. Egy, kettő. Én azt gondolom, hogy az új alkotmány, ha az új alaptörvény, vagy pontosabban a módosított alaptörvényre. Másfél éves munka alapján fog elkészülni. Nyilván megvan már egyébként. Nem is kétségeim vannak, hogy az Orbán Abdala szándéka. Az Orbán is mit csinálja? Pista. Tehát, hogy az Orbán... Az ilyen senki számára nem érthető belső. Ezek olyan, mint a te vicceid. Mikről beszélgetnek ezek egymással? Hát nem, mert hogy sokat orbánozunk. Jó, arra mondom, Pistának ez a fóbiája. Na de hát mit csináljak egyébként? Ugye ő a törzsfőnök vezényel itt minden. Hát azért erős kétségeim vannak a tekintetben, hogy mit tudom, mi szállítja a féket és egyensúlyok rendszerét, meg hogy a média szabadság növelése lesz, meg hogy könnyebben lehet majd hozzáférni. Nyilvánvalóan centralizálni fog, hát egyébként nem véletlenül, amikor kiáll a száján, és megszólal, és azt mondja, hogy magának rohadt kommunistaként van bőr a pofája megszólalni, és hogy amikor te is mondtad, hogy az Orbán hihetetlen agresszív volt, most ráadásul meg is vannak döbbenve. Tehát az fog következni, hogy tovább szűkül a politikai mozgástere az ellenzéknek, mindazoknak, akik esetleg majd kritizálni óhatják a jövőben is, mondjuk például a jelenlegi hatalmat. Nagyon kemény, hogy hívják lesz, sajtókamarai törvény, és nagyon kemény média törvény lesz, és nyilvánvalóan meg fognak próbálni mindent annak érdekében, hogy az interneten is mondjuk a szólás szabadsága valamilyen módon korlátozódik. Sőt, mi több. Fognak ők szervezni ellenzéki tüntetéseket, bár szerveznek is különben, addig, hogy a részleteiben belemennék, hát majd észrevesz a magyar választópolgár, hogy ebben a szarba fog élni. Egyébként lesz békemenet, és azt szerintem tök érdekes, amit mondtál az internetről, mert ez viszont az európai szavazás egy újabb eleme, ugye megszavazták, igen, megszavazták ugyanúgy, ahogy ezt a jelentést, megszavazták a lényegében az internet cenzúra bevezetésének a lehetőségét, ami ugye egy elvi lehetőség a szerzői jog védelmében. Na de majd a magyar joggyakorlat fogja itt nálunk azt a valóságba átültetni, és a magyar joggyakorlat ezen a remek megszavazott szerzői történeten olyan netes cenzúrát vezet itt be a szolgáltatókon keresztül az egyszerű internet felhasználók felé, hogy nézhet, Putin se tud szerezni. Egy kicsit szofisztikáltabb, de az biztos.
biztos, hogy Európa és az európai demokrácia szempontjából fontosabb volt a mai szavazások közül szerintem a netcenzúrának a szavazása, mint a sargentini jelentés. A sargentini jelentés egy szimbolikus lépés, ez pedig nagyon konkrét jogszabályokban ad lehetőséget a kormányoknak, hogy olyan szabályokat hozzanak létre, hogy a különböző tartalomszolgáltatók előszűrjék azt, hogy mi kerül fel az internetre. Mémgyilkosnak hívják, de a mémgyilkosság az még csak egy apró kis szúnyogcsípés volna ahhoz képest, amikor a kínai cenzúrához hasonló rendszert is föl lehet akár építeni. Majdnem szó szerint azt írtam le így ma a Facebookon egy posztban, amit most elmondtál, és nagyon sok embertől megkaptam, hogy olyan ünneprontó vagyok. Ünneprontó. Szóval magyarul az van, hogy tovább megyünk az erdogáni pincébe vezető úton, megint egy lépcsővel lejjebb léptünk. De egyébként ez megint akkor örüljük, hogy itt vagyunk, gyerekek. Az ellenzékről állít ki egy bizonyítványt, az, hogy egy ilyen ünnep, ahogy te mondod, én is azt érzem egyébként, hogy az ellenzékiekben egy eufória volt a szavazás után. Ez egy az Európai Uniós választás hódmezővásárhelye volt szerintem ez a sargentini jelentés. Először mondta, hogy szellemes vagyok, ezt fölírom várni. Tehát ugye arra célzó, hogy... Arra célzó, hogy ezzel lehet élni, meg el lehet baszarintani. Ugyanúgy, ahogy hódmezővásárhelyel sem élt az ellenzék az én meglátásom szerint, hanem elbaszarintották egy túlzott eufóriába ment bele az ellenzék, és rossz következtetés vontak le abból. Itt lenne most a politikai munka, amit mindig mondunk, hogy a politikai munka, most lenne itt az ellenzék számára a politikai munkának az ideje. Az jutott eszembe, hogy eddig ezt nem is kötöttem össze a dolgokat, de ez már lehet, hogy egy picit ilyen összeesküvési elméletszerűség, csak azok nagyon sokszor meg szoktak valósulni sajnos, hogy most rúgták ki az Antenna Hungária vezérigazgatóját. Császolod is a végén, csak egy lábjegyzetet szeretnék hozzátenni, értem, amit a Péter mond, meg amit mondtok, olvastam azt a cikket is. Meg a Balázs szellemesség. Beszéltem másokkal is ebben a dologban, azért már javaslom, hogy mélyedjünk el ennek a jogszabálynak a rejtelmeiben. Ingadozom, mint a középparaszt ebben az ügyben egyelőre. Dohányzol? Most nem. Nem úgy álltam, dohányzol? Nem. Mert akkor lenyúlva egy cellába. Ja, de azt már régen megcsináltuk, a recska rádió lesz. Ja. Én valami vékonnyal akarok lenni, úgyhogy te szóba jöhetsz. Na, szóval, most pedig tartunk történelmi pillanat, mert tartunk egy kis reklámszünetet, de nem úgy, mint régen, nem olyan fájdalmasan, csak így hátra mutatok, mert ugye a Facebookos ajánlóban ígértük, hogy bemutatjuk az első szponzorunkat. Ugye az előző adásban fordultunk vállalkozókhoz, meg cégekhez, hogy hirdessenek nálunk, hogy egyáltalán tudjunk tovább működni. És hát íme itt van az első hirdető, mert hogy a szponzorunknak, aki a mai cechet állt, és nagyon szépen köszönjük neki, kettő darab kérése volt. Az egyik az, hogy ne derüljön ki, hogy ő ki. A másik pedig az, hogy megkérte, hogy olvassam fel egy idézetet Barack Obamától, mi sem természetesen. Ez pedig így hangzik. A demokráciára nézve a közön jelenti a legnagyobb veszélyt. Szerintem ez egy jó kis reklám. Ezt kellett volna bevenni a sargentini jelentésbe plusz egy pontként, hogy ott tart Magyarország, hogy van egy alternatív ellenzéki, mondjuk tévéműsor, azt valaki a saját pénzéből, leadózott pénzéből támogatja, büszke lehetne rá, de nem meri fölfedni a saját maga kinétét, mert fél attól, hogy a NAV ráugrik, jó esetben csak a NAV, és ezért egy ilyen, ez gyerekek, ez sajtótörténeti pillanat. Szerintem ilyen még nem volt Magyarországon, hogy valaki úgy rakott be reklámként pénzt valamibe, hogy utána nem kérte a kinevéjét. A műszi. Ugye több de az később kiderült. Több cég is megkeresett minket, engem is személyesen, és az egyik cégvezető kifejtette, hogy az a baj az a mi reklámunkkal, hogy csökkenti a cég értékét. Most az a reklám, ami csökkenti egy cég értékét, az nem túl jó befektetés, úgyhogy ki szeretnék kérni a anonimitást. De nem csak erről van szó, azért, ha már a piac ismeretében az a helyzet, hogy ma Magyarországon nagyon-nagyon sok cég tulajdonos foglalkozik azzal, főleg ha nagyobb, hogy minél kisebb KFT-be szervezze szét a cégnek a működését, hogy ne vegyék észre. Mert ha megjelennek nem a NAV-öcsén,
A csőnadrágosok, a csőnadrágosok, megjelennek a csőnadrágosok. Állítólag 100 millió a határ, ami fölött már szemet szúran ernek. Klassz kis vállalkozás, nem történik. Na, a lényeg az, hogy ennek ellenére, hogy ennek dacára, hogy ezzel együtt, várjuk továbbra is. Hát, ha ki ilyen unortodox reklámba szeretne szerepelni, nagyon kreatívak vagyunk, tehát nagyon-nagyon jól tudunk titkolózni, de ortodox hirdetők is megjelenhetnek, akik viszont rendes reklámot hoznak, mindenkit várunk. Sok szeretettel. Na, ez volt a reklám szóval. Az előző témához visszatérve, pont a jelentésből én, amiket tényleg szorosan elolvastam, azok a korrupciót érintő részek voltak, és azokat Orbán így pergette le magáról, igen, mert a jelentés ott áll, ahogyan tekintenek a korrupcióra most az Európai Unióba, hogy megnézik a szabályokat, hogy a közbeszerzéseken hány szereplő volt, stb. Erre meg ők ügyelnek, mert párkamu céget mindig tudnak szervezni, akik elindulnak a közbeszerzéseken. De még de az, volt hogy... egy lakás cég, olyan, ahol csak egy cég indult. Igen. De azt kiemelte, hogy az viszont az EU-s átlag alatt van. Igen. Azt külön kiemelte. De hogy a maga az, hogy ilyen mély rétegébe ivódott be a gazdaságnak a korrupció, azt nem tudják kezelni. Tehát, hogy nem egy új feudalizmus van, ahol egy vazallusi hálót működtetnek, és ezt a már meglévő tudományos és egyéb bürokratikus szempontrendszerrel nem lehet kezelni az Unióban. És a jelentés ebből a szempontból, az korrupció szempontból nagyon gyenge volt, mert csak a számokat nézte, az, hogy mi van a szabályokban, hogyan működik a testre szabott jogalkotás, hogyan működik az ilyetén fölvásárlása a cégeknek, egyáltalán meg sem említette. Jó, itt jön az elő, hogy végül is az Unió, vagy ez a jelentés tényleg pusztán csak azt rögzíti, hogy az Unió azon országai nem oltanak így működni, mint Magyarország. Úgy néznek ránk, mint a bálám szamarára, hát mondjuk azért egy olyan országban, persze mindenütt van alkotmányos költségben, hogy félreértés legyen mindenütt. Ugye azonban tényleg egyrészt a mérték, másrészt pedig maga a rablás ténye és az állam kifosztásának. Meg hogy az mennyire kötődik az állam első számú vezetőjéhez? Hát nyilván, az vagyok. Jó, de ezt mondom, érted? Tehát csak nem mondtam ki az első számú vezetőt, hogy a Pistának ne legyen fóbiája, ja, az Orbánt emlegette. Hát, de hát, nem tudom, mint te valami. Jó, tehát érted, állnak, mint a bálám szabad azért fölfogni, hogy megkötődik a 21. században, és valaki ilyen pofátlan. Egyébként nem véletlenül nem beszélt ebben a tekintetben az Orbán, de én ezt nem is korrupciónak hívom, ez már sokkal több, nem egyszerűen korrupcióról van szó. Azért, mert semmi lényeges dologról nem hajtott beszélni. Na de ezt most csak azért is mondom a jövő tekintetében, mert ugye bele kell kezdeni a futurológiába, ti is mondtátok. Ez egy őrült nagy tévedés egyébként, hogyha mondjuk olyan politikai formációk alakulnának ki Európában, ahol mondjuk a nemzetállami nacionalizmusok győznének, hogy a nacionalisták egyébként majd internacionálival szemben, és ezt most idézőjelben mondtam, hogy azok majd együtt fognak működni, hogyha mondjuk, mit tudom én, Salviniék nyernek Olaszországban, még itt az Orbán is baromi domináns lesz, és majd előkerül, mert hogy nem tud lekerülni az asztalról a menekült probléma, és ott vannak az olaszok, a sok, mert hogy ott vannak a földközi tenger közepén, hát öcsém, ebből béke nem lesz. Jó, ha ezt azt gondolják ennek az urak is, hogy abból nem lesz. A Putyin nem lesz. Sőt, Triest legyen az egy másik fővárosa. Jó, de a Putyinnak egy megosztott Európa kell. Jó, azt mondom. Hát ezek az emberek meg a Putyin kiszolgálja, hogy azt, hogy mit mondanak, mit kommunikálnak, vagy akár mit hisznek magukról, hogy ők majd egy ilyen új nemzetek Európájának az internacionáliában. A választóknak mondom, nem veled, az ügyben most még... Az egy másik napirend. Csak az egy fontos, nem árt, ha tudják a választók, hogy a nacionalisták nem tudnak most a dúlt, vagy a nagyon erőt, agresszív nacionalizmusok, nem tudnak, nem békét fognak itt teremteni? Hát egymásnak fognak feszülni. Másnap! Másnap! De egyébként meg a korrupcióval, tehát a korrupció szintjén az Orbán azért beszélt erről, mert azt mondta, hogy követeljük az Uniótól, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti sajátosságait. Na most nem a korrupció, hanem ez a szint. Folytassuk a kultúrharc legújabb frontjával, most már a könyvkiadásra is úgy tűnik, hogy kiterjed a háború. Volt egy vita, amin a két nagy kiadó vezetője vett részt, illetve ott volt még El Simon László is, aki valami olyasmiről beszélt, hogy a nagy kiadók monopolszerű helyzete miatt sérül a magyar polgárok kultúrához való hozzájutásának egyenlőségének joga. És hogy ezt csak az állam tudja megoldani, tehát állami beavatkozásra van szükség. Na most a médiában már láttuk, hogy milyen az, amikor az állam megold valamit. Mit várunk ettől?
Hát én nem hiszem, hogy ebbe belemennének, nem akkora biznisz ez. Igazából egy új szikra kiadót csinálni. Nem biznisz. Nem biznisz. Nagy biznisz, de nem akkora. Tehát, és nagyon nehéz biznisz. És nem csak a biznisz. Nem igazán biznisz, nem csak a biznisz kéne csinálni a Péter. Tehát a könyv, mint olyan számukra azért nem egy ilyen igazán létező artefaktum. Hogy mondjam, szavazói réteg, választói réteg, akit ugye lehülyézni nem szabad, nem is akarom lehülyézni egyébként ebből a szempontból, de nem könyv alapú. Szerintem itt az első van egyrészt persze a szokásos módon így lökte, taszagatta az egész témát. Ugye ő ennek a fajta micsmásolásnak eléggé szakavatott mestere. De valójában tényleg azon kívül, hogy van egy víziójuk arról, hogy hogy néz ki a kultúrához való hozzájutás, az úgy néz ki, hogy az állam kezéből mindenki megkapja a maga kis kultúra adagját egyen dobozokban. Ugye már aki nem magánkultúra iskolába járatja a gyerekét, mert megteheti. De hogy ezt leszámítva én nem hiszem, hogy lehet, hogy megpróbálják beszántani, megvenni egyébként kivásárolni, valószínűleg azt, hogy kivásároltatni, igen, Mészáros Lőrinc jön és fölvásárolja mondjuk a Librit, vagy a másikat, valamelyik nagy konglomerátumot. És mondjuk a beszélgetésben meg az volt a vicces, hogy aztán a végén értek oda szerintem a lényeghez, amikor azt mondták, hogy de mi van akkor, hogyha jön az Amazon? Az Amazon lenyeli, ez nem az egész magyar könyvterjesztést, az egész magyar kultúra. Az, hogy majd kitiltjuk egyébként. De Péter, itt nem elsősorban a bizniszről van szó, hanem arról van szó, hogy a te harmadik könyved, ami majd nagyon reméljük, én nagyon várom. Erről beszéltünk, már nem az én harmadik könyvemről, hanem arról, hogy igen, viszont hogyha ezt valóban megteszik és felvásárolják, akkor rengeteg emberük van, akiknek elhelyek fordítókat, szerkesztőket, például egy csomó ember klientúraként be lehet rakni azokra, mások. Hanem a te könyved mondjuk 27%-os áfával, meg büntető adóval, mert az ponyva irodalom, mondjuk 50%-os vagy 98%-os büntető adóval lesújtva, a Békés Márton legújabb zseniális kötete, az meg 5%-os áfával lesz sújtva, és nem lesz külön adó. De ehhez nekik nem kell megvenni egy könyvkiadót, vagy felvásárolni a könyvterjesztés elég, hogyha hoznak egy törvényt. Csak én azt mondom, hogy ez nem elsősorban a bizniszről szól, hanem a kultúrkampról. Jó, az a baj, hogy azért az önkének van egy természete, és abban minden összefügg mindennel, tehát nem teheti meg, és nem is fogja megtenni egyébként, hogy pont ezt a könyvkiadót hagyja ki. Úgy különben ráadásul Magyarországon nem is bonyolult a struktúra, mert ugye két nagy kereskedő van, és a kiadók az ő tulajdonukban vannak, ugye úgy, mint a... Én nem kívánom, most nem is akarom a nevüket emlegetni, de tudják sajnos a hatalomban, majd bármelyiket érdemes elismerni. Azon kívül azért sok pénz az, kedves Péter, örülök, hogy neked, de úgy tűnik, de hát most az irónia akar tenni. Iszonyú sok pénz. Másfél stadion. Iszonyú sok pénz. Azon kívül ezek az intézmények ragyogó kifizetőhelyek a saját klientúrájuknak, akik egyébként naponta csinálják ezeket a média műhelyeket, nem tudom micsodát. Kell termelni a média, és azon kívül verseny is van közöttük, nagyon sok jelentkező van. Azért ezt ne felejtsük, tényleg nagyon sok jelentkező van. Másrészt meg igen, jó, hogy nem könyv alapú, de mondjuk nagyon sok, egyébként maga a kereskedelemi, maga a piac logikája is, manapság azért, ha bemész egy nagy könyvesboltba, vagy hogyha mondjuk klasszikus irodalmat akarsz találni a gyerekednek, azért már ma is inkább antikváriumba kell menni, nem kapsz meg mindent, ha neki nyakadba veszed a várost, azon kívül pedig igen, nagyon sokakat azzal is, akár büntető áfákkal, de egyébként azzal is, hogy nem fognak hozzáférni szerzők a forrásokhoz, meg nem fognak újra kiadni olyan értékeket, amelyek azért igen fontosak lennének. Ráadásul a fideszizmus egyik része az, hogy ezt is be kell nyelni, egyik legfontosabb része. Tehát szinte böc megy, és lesznek könyvkiadóik, de lesznek-e olvasóik? Az nem számít. Számít, hogy a Hír TV-nek nincs nézője? 5000-en nézik azt a szaros Hír TV-t. Volt olyan, nem tudom, olvastad-e a mai hírt, Gábor? De tudom. Tehát azt akarom mondani, hogy olvastad-e azt a mai hírt, hogy miután ez a fajta Hír TV, amiben mi is szerepeltünk, megszűnt, volt olyan este. Olvastad. 5000 néző. Azért házatlan. Ha megkérhetlek benneteket, ne Hír TV-zünk itt, jó? Szerintem sem. Egyébként az, hogy ez igazatok van, de nem csak ez egy riposzt volt arra. Nem úgy értem azért, hogy az embereknek kötelező jellegét teszik, de van egy speciális és a legnagyobb biznisz egyébként ma a magyar könyvkiadás, nem csak magyar, ez világtrend, az a gyerekirodalom. És bizony azt megtehetik, hogy a gyerekirodalmat például úgy nyújják le, mert nagyon szeretnek ők gyerekeket formálni viszont. És az iskolákban keresztül már is lehet terjeszteni.
Hát egyébként nézzük meg, hogy ez a kis Ottó vers, ami szerintem egy szellemes vers, hogy micsoda elképesztő botrány tört ki belőle, pedig hát csak valaki fölrakott egy mémet. Az emberek a gyerek irodalomra, és egyáltalán... Mi ez gyerekek, mondjuk el, nem mindenki tudja, például én se. Egy Vörös Sándor parafrázis, igen. Még annyit akartam mondani, hogy a NER egyébként természeténél fogva olyan, hogy kezd a konc eltűnni, illetve már nem akkora a konc, mint 2010-ben volt, talán nem akkora, mint 2014-ben. Tehát kezdenek egymásnak menni. Az kicsivel több, mint pletyka, hogy például Orbán Ráhel és a Mészáros lány már van, amin egymásnak estek. Van Mészáros lány? Van Mészáros lány. Csitáskával. Valamint már egymásnak estek, mert még nem tisztázódott, hogy na akkor az most végül is kiérhez. Ez volt a sztár. Úgyhogy ez a legykanomatunk ez volt. És most pedig megkapjátok a Putyinokat, mert látom, hogy nagy igény van. Pedig most 5000-re nőtt a nézettségünk, de nem akartunk belemenni. Mert hogy 300 ezer katona részvételével gigantikus hadgyakorlatot tartanak Oroszországban, amihez mongol és kínai katonák is csatlakoznak. A kínai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a közös gyakorlatok célja a katonai együttműködés mélyítése, ez milyen szép, mint régen, valamint a kínai és orosz csapás mérő képességek növelése. Ez nem annyira hangzik. Igen, ez azért elég meglepően hangzik egy ilyen kínai-orosz közös hadgyakorlat, és én szerintem ez alapvetően ugye a keleten zajlik, orosz távol-keleten meg ott a határvidékeken, szóval szerintem ez alapvetően így leginkább a mostanában, hát az, hogy önálló távol-keleti politikát kezdeményező Trump, ez talán túlzás, de hogy ebbe az irányba elképesztő bakikat és ordinári dolgokat elkövető Trump figyelmeztetéséről szól. Ugye általában hadgyakorlatokat valamilyen céllal rendezik, ami nem csak az elmélyítésről szól, hanem valamilyen konkrét fenyegetésről is. Az oroszok ebben aztán különösen jók. Ugye a legutóbbi nagy hadgyakorlatokat valami oknál fogva a balti államok közelében rendezték. Úgyhogy uncut, aki rosszra gondol. Itt szerintem ez így az észak-koreai válsággal áll kapcsolatban, ami viszont nem tudom megállni, tehát így ez a nagyon jót rögtem, hogy a magyar sajtó szépen megnézte a TASZ jelentését, amiben azáltal, hogy 36 ezer tank, páncélozott harcjármű és egyéb katonai jármű, majd ezt lefordították 36 ezer tankra, és ez így jelent meg a magyar sajtó elég jelentős szegmensében, 36 ezer tank a világon nincsen, de az orosz hadsereg nincs 36 ezer tankja. A kínaiak is 1000 harckocsival vesztek részt, de el vagy a tájolva. Más az 1000, már egyébként 900 tank vesz részt, de ez a lényeg. Csak mondom, hogy a magyar sajtó nagyjából itt tart, hogy ha valaki berak egy hibát, akkor a szépen átveszi. Az a baj, hogy engem tankol bármi meg tudtok vezetni. Tehát egy tankot is elhiszek, és ennyi. Tankot vezetni egyébként egyszerűen megy. Most én belegondoltam tényleg 36 ezer tankba, de én simán begyeltem. Nem csak a külpolitikai dimenzió, hogy érdemes nézni ennek az erőfitoktatásnak, hanem az, hogy mi folyik Oroszországon belül. Óriási tömegtüntetések vannak, és tényleg 10 éves gyerekeket visznek el, ilyen fotók járták be mostanában a világhálót. És mindez azért is van, mert fölemelték a nyugdíjkorhatárt 60-ról 65-re úgy, hogy az átlagos várható élettartam 66 év, tehát mindenkinek lesz egy boldog nyugdíjas éve átlagban Oroszországban. Nagyon nagy a belső feszültség. Sokkal könnyebb ezt a feszültséget levezetni úgy, hogyha azt mondjuk, hogy külső fenyegetés van, de mi a fenyegetésnek ellen tudunk állni. Lásd, itt van a 300 ezer katonánk, aki megvédi orosz anyánkat. Hát meg ez az egész militarizálás, ez az orosz politikának amúgy is integráns része, a Putyin politikájának meg az egyik alaprésze, a teljes társadalom lehetséges minél nagyobb mértékű militarizálása, a gyerekektől egyébként, a gyerek katonai iskoláktól egészen föl. Azt mondjuk viszont, hogy igen, viszik el a pétervári tüntetésen, tényleg láttuk, hogy ilyen 10-12-14 éves gyerekeket hurcolnak a rendőrök, azért én feltenném a kérdést, hogy mi a francot keresnek 10 éves gyerekek egy olyan tüntetésen, ahonnan valakit elhurcolnak a rendőrök. Hát én egyszer Grúziába vonatoztam, és ott egy moszkvai tanárházas párral, korombeliekkel találkoztam, és ők is elmesélték, hogy amikor kint voltak ilyen tüntetésen, akkor nem úgy indult, hogy ebből balhé lesz. Ez egy betiltott tüntetés volt, tehát tudhatták, hogy rájuk fog támadni a rendőrség. Én ezt rohadt felelőtlenségre tartom. Anekdóta, meg hát beszélgetek itt hülyeségeket, és leszelgetem a körmömet természetesen, hogy nekem azért van ennek valami hihetetlen aszimmetrikus eleme, és hogy mennyire jó, most innen okoskodunk. Én azért az oroszok helyében, ugye tudunk néhány dolgot, például hát a kínaiak
azok azért szivárognak Szibériába. Kínának baromi fontos lenne Szibéria. Az oroszoknak úgy különben baromira ugyanannyira érdekük lenne egy erős Európai Unióval a hátuk mögött, mert Kína az oroszoknak kihívás. Mondom ezt így messziről, meg ahogy a kínai politikai gondolkodásról valamit lehet sejteni. Szóval én nem kapnék ettől eufóriát és röhögő rohamat, én nem biztos, hogy odaengedtem volna jó néhány ezer kínai katonát Szibériában. Nem azért, mintha ott maradna, nem erről beszélek. A kínaiak másképp tanulnak, mint ez a sok szerencsét. Ez fordítva, ebben a szituációban itt Kína a szuperhatalom, Oroszország úgy gazsulál ebben a történetben, ahogy Kína ugráltatja. Jó, csak úgy mondom. Én azt szeretném mondani, hogy ehhez egyáltalán nem tudok hozzászólni. Tehát, hogy kínai meg az orosz hadsereg, meg hogy ezt mi itt ugye a magyar szerkesztőségében ettől én tartozkodom. Én azt akartam mondani, orosz húsaláta. Dévényi István nagyobb örömére, hogy Orbán. Aha, jó van. Te se készültél. Azért van egy olyan szegmens ennek, ami itt folyik, ez a globális háború, a mi mindennapjainkban, ez az internetes háború, és ebben mind Kína, mind Oroszország eléggé élen jár. Nem tart a harckocsikkal, meg tankokkal, hanem hackerekkel háborúznak, és nagyon kiszolgáltatott a magyar közigazgatás, közszolgáltatás, egyáltalán a védelmünk az ilyesfajta támadások. Tudjátok egyébként, azért ne arra gudjatok, hogy a buszáj, én megértem a Sanyit, és respektálom is, csak az a baj, hogy ez a mi miniszterelnökünk, akit Orbán Viktornak hívunk, ugye beúhajtott menni ebbe a térbe, bement ebbe a térbe, ebbe a politikai térbe, és ilyen szempontból én közvetlenül érintett vagyok, és sértett vagyok az unokám és a gyerekeim miatt. Már bocsánatot kérek, mert ezzel a játékstílussal, ezzel a játékstílussal, igen, ezzel a játékstílussal, ezzel a játékmóddal ezt az országot már kétszer vitték katasztrófába az elmúlt 101 néhány évben. És ebben sok millió magyar halt már bele egyszer, mikor hadat üzentünk az Amerikai Egyesült Államoknak például. Minden esetben nekünk az lenne az igazán nyugtalanító, hogyha az oroszok az ukrán határon csinálnák ezt, azért ma ott is csinálják. Hát na de ha már volt sztárpletyka rovat, akkor most jöjjön a mea culpa rovat. Nagyon sokan, tényleg rengetegen üzentek, hogy miért nem akarom én a közösségi finanszírozást. Sőt, elég sokan még le is toltak, meg volt, aki megsértődött, hogy biztos büdös nekem az ő pénze, és hogy tudja, hogy a Fideszre szavaztam, ami mondjuk furcsa volt, mert ez inkább fordítva lenne logikus, mindenki. Na most megbeszéltük a dolgot, és abban maradtunk, hogy az lesz a büntetésem, hogy én ilyen szkeptikus voltam, hogy az én számlaszámot fogjuk most megadni, mert még nagyon képlékeny az egész történet. Hogy aki akar támogatni minket, akkor azt támogasson, és akkor végre én is felszabadulok itt a lelki teher alól. Várj, ez ügyes, és a te számlaszámodra megy az egész? Ja, én lógok megfele, hát nyilván jövő héten, mert nem én ülök itt. Amit azért rajongóim küldenek? Abszolút. A rajongókat idézik. De azt az 5 forintot, azt átutom meg be neked. Szóval... Tehát akkor ezt kell a Jeszenszű Zsoltnak a pólójára jönni. Igen, most én fogok szívni nagyon. De mondom, ez a bünti azért, mert én szkeptikus voltam, meg itt ellenálltam a törekvéseknek. Jó reklám. Neked kell adózni, és utána is. Mind abszolút, persze. De a lényeg az, hogy közben dolgozunk azon, hogy kitaláljunk valami olyat, hogy a támogatóknak valami plusz tudjunk adni, meg hogy legyen valamiféle előfizetői rendszer, tehát hogy felépítsük magunkat is ebben a szép új médiatérben. De mindent le fogunk írni majd részletesen. A lényeg az, hogy de ezt majd akkor a legvégén fogom felmutatni, és az szörnyű lesz, az fog bekerülni mindenhova, na mindegy, megérdemlem. Ha mutass fel most is. Nem, majd a legvégén. Előtte pedig a kis viccesnek szánt rövid, frappáns kérdésecske. Ez pedig úgy hangozna, hogy a CÖF 433 millió forint közpénzből készített 4 rövid imás filmet. És azt kérdezem tőletek itt a műsor végén, hogy ti milyen filmet forgatnátok 400 millióból? Én imádom az életrajzi filmeket, amikor egy tehetséges ember a saját szorgalmának köszönhetően keresztül gázolva ezer bajon és nehézségen át végül is győz és sikerre jut és a többi. Úgyhogy én életrajzi filmet forgatnék Mészáros Lőrincről. Szerintem vinné a szemet. A gázszerelő. A gázszerelő. Tessék, köszönöm. A nincs gázszerelő. Gáz. Nincs gáz, igen, és ezt itt lehetne tovább üzelni, de egy picit összezavarnám a külföldieket, mert a főszerepre Rogán Antalt kérném föl. Én azt tanultam meg a saját kis szakmámban, a film szakmában, hogy a karakterfejlődés ez rendkívül fontos. Úgyhogy én egy karakter visszafejlődésről forgatnék filmet. 400 millióból egyébként elég szép filmet lehet
már készíteni. Úgyhogy én a szinopszisát is nagyjából már leírtam. Természetesen bent van a megfelelő helyen, úgyhogy szerintem Andy, várom akkor a pénzt. És a szinopszis az az, hogy volt egy fiú, aki elindult egy kis magyar faluból, hogy megváltoztassa az egész királyságot, és letaszítsa a trónjáról a gonosz királyt. És 30 évvel később ez a fiú lett a gonosz király. Én egy dokumentumfilmet forgatnék a NER bukásáról. Nekem tényleg semmi humorom nincsen. 300-at beraknék a kötött fogásba, 100-al meg hazamennék. Ez az én tervem. Ez neked nincs humorod, Sanyi? Én radikálisabb lennék, East End forgatnék, ugye voltak ezek a talpugolat, fütyül a szél, meg a rossz emberek, ezek nagyon szép filmek voltak. Ennek az lenne a cím, hogy Edwin Betyár filmek voltak, hogy rablók, és igazából egy képkockát nem csinálnék, elmennék a Bahamákra. Ennyi. Én bármit forgatnék most már, hogyha kapnék előtt egy hét szabadságot. Ja Istenem, sírva. Ez nem a sivalkodás ideje, hanem a műsor vége. Köszönjük, ha minket néztek, és ahogy augusztus 1-e óta mondani szoktam, jövő szerdán is lesz szerda, és most jön a ez a remek mondat, a büntetés. Tadám! De azt, ezzel, hogy a kötött fogás, azt a megjegyzést, azt mindenképp írják oda. Igen. Igen. Mert egyébként lenyeli a dévét. Különben simán meggazdagszom. Az 5 forintomat elviszi. Vagy ha szeretnék támogatni azt, hogy jövő héten is legyen kötött fogás, akkor itt tudnak egyelőre, de majd ez is jó ki lesz találva, és ez az én szenvedésem véget fog érni. De hogy fog? És a... Na, nem áll. Nem fog. És a hirdetőket, azt továbbra is ortodox és unortodox hirdetők jelentkezését várjuk. Ezek voltunk mára, köszönjük a figyelmet. És most egy kicsit én meghalok.